A tavasz legnehezebb mérkőzése várt a Győr Szemere bajnok csapatára. A 28. fordulóban János Somorára látogatott, ugyanis a bajnok csapat az első, tehát a másodikkal csapott össze. A miénk a János Somorja fehér, a vendégek a Győr Szemere kék mezben lépett pályára. A szokásosnál nagyobb létszámú közönség előtt szólt ez egyrészt a mérkőzés rangjának, másrészt a jó időnek. Az ifi csapat 5-1-re verte a vendég Győr Szemerét, csak reménykedhettünk hasonló folytatásban, hiszen nekünk, a Győr Szemere felnőtt csapatát még nem sikerült legyőzni a megyei első osztályban, tehát egyszer minden sorozatnak vége kell, hogy szakadjon. János Somorjai támadás rögtön a mérkőzés elején a 3. percben, Hegedűs játszik össze Ékessel, majd elpuskázza a helyzetet, gyorsan gólt szerezhettünk volna. A meleg ellenére egész jó iramú mérkőzést láthatott a közönség, és azt, hogy a második helyzetet is kihagyjuk, a 7. percben Sebők fejelhetne kapura. Kis túlzásra a labdát sem találta el, ez a helyzet is oda. 13. perc, beadás oldalról, Furman Sebőköt találja meg. A szögletből ismételhetünk, ez is kimarad. A kapus már verve volt, nem ért volna oda a hosszúra, nem tornáztattuk meg. Negyed óra elteltével csak János Somorjai helyzetek a találkozón, és utána sem változik a kép. Megint Hegedűs hibáz egészen közelről, ez sincs benn. A 17. perc eseményét láttuk, momentumai sincsenek a Győr Szemerének idáig. 18. perc, Regner kapásból próbál kapura lőni, Sipősznek nem okoz problémát, eddig kellett várni egy valamire való helyzetre Szemerei oldalon. Jött, rögtön jön a válasz, pontatlan a fejes, Winter ugrott fel, láttunk már ennél jobbat is tőle. 35. perc. Újabb Szemerei válasz, Burányi beadását nem sikerül középen lekezelni, a hosszú érkező játékos pedig már lesen. Makkos így hiába lő, igaz a lövés el is kerülte a kaput. Helyzetecskék Szemerei oldalon továbbra is. Ékes indítja Wintert, hosszan engedi maga elé, elpattan a térdéről is a labda, de még meg tudja játszani a védővel szemben. Visszahúzza a rövidre, de nincs benne erő, ebből sincs gól. A félidő vége felé egy szabálytalanság a Szemerei 16-os előtt, amit a játékvezető aztán befúj. Érdekes megnézni, hogy hány méterrel kerül majd hátrébb a labda, amikor elvégezzük ezt a szabadrúgást. Óriási vita előzte meg egyébként a szabadrúgás elvégzését. Talán ez is megzavarhatta Ékest. Nem sikerül jól a szabadrúgás elvégzése. És még van momentum az első félidőben. Winter köszön oda egy Szemerei játékosnak, sárga lap a jutalma, még ő is húzta utána a lábát. Ebből lesz egy veszélyesnek tűnő szabadrúgás, ami Csipősznek kell kiütnie. Egészséges szép löket volt. Urányi tör a 16-oson belül a 44. percben, aztán reklamálna egy büntetőt, innen nem tűnt annak, de olyan vehemens, hogy kibeszél magának egy sárgát a játékvezetőnél. Germán Ferenc próbálta üzni, hajtani még fiait az első félidő végén, ő nem lépett ezen a mérkőzésen pályára. Kis hiány gólt szereztek, mint ahogy mi is még lőhetnénk egyet az első félidő végén a 46. percben. Ez kimaradt, Furman lábában maradt benne a lövés. És ismételt egy perccel később Furman, ez már veszélyesebbre sikerül. A kapus azonban a helyén van. 0-0-val vonultak tehát félidőre a csapatok. De nyomasztó a János Somorjai fölény. Érezhető, hogy a Szemere szeretne változtatni valamit a játék képén. Nagyon aktívan kezdik a második félidőt. Egészen veszélyes lett ez a lövés. Sipősz talán mellé nyúlt, ütemtelenül ment kapura. Kimarad. 51. perc. Winter messze kapu fölé, mellé, ebben sincs gólveszély. Látszik, hogy méterekről követik csak a labdát a Győr Szemerei játékosok. Nyomozzák a játékszert, nem sok közük van hozzá. Zavartanul lőhet most éppen Ékes az 52. percben. És többnyire erről szólt a második félidő. Rengeteg János Somorjai lövés, de ezek általában csak ennyire veszélyesek. Ez sem okoz problémát a kapusnak, ezt éppen Szalka eresztette meg. Csak egy percet kell várni a következő lehetőségre, ide-oda tologathatjuk a labdát a 16-osnál, megint van egy lövés Furmantól, itt azért már nyújtózni kellett érte, de ebből sincs gól, a saját tér feléről sem tud kijönni a Győr Szemere. Jobboldali akció, ebből is csak lövés lesz, nem beadás, elkerüli a kaput. Ezt is Szalka eresztette meg a 66. percben. Kopf szabadrúgás a 70. perc, elmegy keresztbe, nem okoz problémát megint a kapusnak. 9 perccel később Cseri próbálhat szerencsét ugyanonnan, ugyanaz a szög, mint az előbb Kopfnál. Átfolyik a sorfon a labda, és Szalka jókor van, jó helyen megszerzi a vezetést a János Somorjának a 79. percben. Szerencse is kellett hozzá, de biztos, hogy nem érdemtelen a gól, végig támadtuk a második félidőt. Egy nagyon picit szétnyílik a sorfal, ez elég a labdának az, hogy utat találjon, kicsit le is lassul, Szalka így még kényelmesebb helyzetben van, kicsit rádől, nem hibázza el, 6. gólját szerzi Szalka. És egy nagyon-nagyon fontos találatot, hiszen most lehetőség van arra, hogy megverjük a Győr Szemerét először.
két csapat történetében. Továbbra is támadásban a János Somorja, ártatlannak tűnő helyzet, onnan nem nagyon lehet gólt elérni, és ebből az ártatlan szituációból aztán egy hatalmas nagy veszekedés keletkezik. Nem volt kint ugyanis a labda, amit a kapus megfog. Értetlenség Győr Szemerei oldalon, közvetett szabadrúgás következik a 83. percben. Visszatesszük középre, megjáratjuk kézilabdás módra, a kapus meg kifut és összeszedi. Határozatlanok voltunk. De miatt senki nem kap szidást, mert az utolsó momentum a találkozón 1-0-ra megverjük a Győr Szemerét. Bár csak presztízs mérkőzésről van szó, különösebb tétje nem volt, akkor is nagy fegyvertényt hajtunk végre. Jó játékkal győzzük le a bajnokot. Ugye a jövő héten a Nagy Szent János ellen is 17 órától idegenben hasonló jó játékos és győzelmet várhatunk. Úgy érkeztünk ide, hogy megpróbáljuk megtartani a János Somorjával szembe azt a lélektani előnyünket, hogy évek óta nem tudnak minket megverni. Azt mondom, hogy támadásban sajnos a csapat keveset tett azért, hogy ebbe megnehezítsük a dolgukat, hiszen az főleg az első negyed órában, ha itt a János Somorjai támadók kicsit jobban céloznak, már eldönthették volna a mérkőzést. Szerencsére nem így lett, de ennek ellenére is azt mondom, hogy nagyon kevés helyzetet dolgoztunk ki, talán nem is emlékszem arra, hogy mérkőzésen szerintem nem volt több két vagy három lehetőség, ami azt mondom, hogy gólhelyzet volt, ami azért kevés, habár ugye azt szokták mondani az ilyen rangadókon, nincs sok helyzet, viszont azokkal viszont akkor úgy kell sáfárkodni, hogy minél előbb gólt szerezzünk belőle, ez sajnos nem sikerült, a János Somorja úgy gondolom, hogy végig tudta irányítani a mérkőzést, jól játszottak, le a kalappal előttük, gratulálok nekik az ezüstéremhez, mert úgy gondolom, hogy magasan ez a két csapat azért kiemelkedik ebből a megyei egyes bajnokságból, úgyhogy szívből kívánom nekik, hogy jövőre is hasonló harc legyen, ha mi is itt maradunk, aztán majd egyszer lehet, hogy behoznak minket, és akkor ők lesznek a bajnokok. Győzelmi reményekben kezdtük el a mérkőzést, és ha jól számoltam, a 15-16. Percig egy 3-4 kecsegtető, vagy talán 5 helyzetünk is volt, amik nem mentek be. Folyamatosan dolgoztuk ki a helyzeteket, az ellenfélnek a játékán azt láttam, hogy ők egy kontrajátékra rendeződtek be, és hát félő volt, hogy megint benne van a 1-1 kósza támadásba egy gól, ami egy kicsit talán visszavethette volna a csapatot. De örülök neki, hogy a védelmünk az nagyszerűen működött, ma középpályásorunk és a támadósorunk is, és rúgtunk egy szép füles gólt. És azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen teljesen megérdemelten győztük le a Győr Szemere csapatát, amiért büszke vagyok a játékosaimra, és gratulálok nekik. Vannak nehézségek, most már van 1-2-3 olyan sérültünk, hogy nehéz lesz összeállítani a kezdő 11-et is. Figyelnünk kell arra is, ami boldogsággal tölt el, hogy minket, ha az IFI megint bajnok lesz. A mai mérkőzésen megérdemelt János Somorjai siker született.